új content, régi szerelmek, megpróbáljuk feleleveleníteni, hogy mi volt itt. Amúgy egy laza 122 órás játszáson van a Stardew Valley-be, amit most kukázunk, és újat kezdünk. Tudjátok mit? Lehet, hogy úgy fogjuk csinálni, baszki, kiválasztok majd egy pár hajat, és baszki, Discordon bedobunk egy szavazást, hogy melyiket szavazzátok meg, hogy melyik legyen. És akkor nem nekem kell választani. Bátor gyerek vagy? Hát nyilvánvalóan nem fogok olyat berakni oda, amit nem akarnék. Nem, hát nem lesz benne kopasz, bazd meg, mert akkor tudja, hogy kopaszt fogtok szavazni. A haj kiengedést nem úszod meg a végén. Nem, azt nem úszom meg. Legyen közte troll is. Nem. Hát azt még azért munkába kell járnom. Nem csinálunk izé. Egyik oldalt van hajad, másik oldalt nincs hajad kategóriát. Na, figyeljetek! Első és legfontosabb, itt volt régen valami trükk. Ha sokáig nyomkodtam valamelyik betűt, akkor előjött egy valami? Á, ezek jöttek elő. Van még valami trükk itt az elején? Az E-nél meg egy UFO? Ja, az E-nél? Aha! Aha, az E betűből kijött egy UFO. Ó, igen, mert a többit hiába kattintom, nem kopog. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... Na, várjál, tűnjön el onnan. Ez mit csinál? Magyar. Magyarul fogjuk játszani a játékot. Az biztos, hogy akarjuk? Mert akkor ilyen hülye szavakat fog használni a játék, hogy paszternák, meg ilyenek. Ennek jó a fordítása? Oké, akkor legyen magyar. Új. Na hát ez mi? Ezt miért mutatja? Közösségi központ csomagok. Várjál. Fejlett játék beállítások. Közösségi központ csomagok normál. Módosítja a közösségi központban megjelenő csomagokat. Első évben garantáltan teljesíthető. Biztosítja, hogy az utazó árus vörös káposzta magvat adjon el valamikor az első évben. Bánya... Hát, ezt normálon hagynám. Jaj, várjál, itt több dolgot is lehet állítani. Szörnyek a farmon... Itt érdemes bármit állítani? Itt az elején most sokat fogok kérdezni. Ezekre mind lehet válaszolni. Itt ezek között, a beállítások között van-e olyan, ami fontos, és be kellene nyomni? Normál... Profit határ, több játékos beállításokat, egyedül játszom, életlen világkód. A világkód, ami a világjátékot határozza meg. De lehet, hogy nem állítunk. Jó, na várjál. Alap, standard, mezei, folyami, erdei, dombtető, vad, négy sarok. Hol van itt az új? Várjál, nem az volt a mondás, hogy itt valami 1/1.6-ba új van? A második oszlop másodikja. Ez az új? A mezei az új. Köszönöm szépen. Oké, tehát akkor a mezei farmon indítunk. Hát név... Szerintem itt magammal kéne, nem? Tehát, hogy itt avid legyen? Avid a paraszt.
A kedvenc dolgom, ide be lehet írni azt, hogy a pina? Vagy az úgy annyira nem jó? Itt mit kell... a kedvenc dologhoz mit kell írni? Próbáld ki, és mi is akkor, amikor szülinapom van, akkor mindenki hozza nekem a pinát? Kapa. Pénz. A pénz, az lehet? Oké, a farm neve... Vagy várjatok? Lehetnénk lányok, és akkor nem Avid, hanem Odvas Didi. Én mindig csokit vagy pizzát írok. Van jelentősége? Szia, Reha! Hope Town. A Hope Town az egyébként nem rossz. De most ennek akkor Hope Town Farm? Vagy Pikpak Farm. A kedvenc dolog az akkor legyen a bagoly. Oké, a farm név. A farm névre kell valami, és hogyha lányok leszünk, akkor Odvas Didi. Avid látta a Twitch-nek a kiírását, hogy 2024. április 8-tól 500 feletti átlag néző számmal rendelkező streamereknek lehetősége nyílik Twitch versenyeken részt venni nyereményekért és különböző dolgokért, egyedi emótákért. Nem is láttam ilyet, Lias. Csak az a baj az ilyenekkel, tudod, hogy azok általában olyan versenyek, amik engem nem érintenek. Tehát FPS játékok, meg ilyenek, azokkal én annyira sokat nem tudok kezdeni. Legyen Odu! Jó. Igen. Na várjál, bőrszín. Hú, lehetek lila? Haj. A halálfejes nagyi. Ez az, aminek szinte semmi értelme nincsen, ugye? Egy ilyen szívecskés felső. A fekete felső az nem rossz. Lehetek szoknyás, de nem árt, tehát szoknyában nem fogok a farmon rohangálni. Kell valami jó csimma. A szakál! Jaj, de az a baj, hogy nem látom, hogy mi van ott rajta. Hú, az egy szemüveg. Az jó. Oké, hajszín. Itt van. Ott is van. Pont ilyen hajat akarok. Amúgy női karaktert érdemes kezdeni, mivel az első éved után a női karakterek 500 goldot kapnak, míg a férfi karakterek egy tortát. És hol az egyenlőség? Szemszínem úgy se látszódik. A nadrágomnak a színe... Intro kihagyása? Mennyiért lehet eladni a tortát? Jó.
Oké. Kedvenc állat, kutya vagy macska? Hát ez tökre nem kérdés, ott a szürke macska. Amúgy, tudjátok, hogy milyen feelingje van most annak a karakternek? Mint amikor olyan szemüveget veszel fel, tudod, amihez tartozik egy orr. Ilyen hülye orr. Picit olyan, nem? Nem, ez a szemüvegkel. Ez a menő szemüveg. Egér felső. A biztos, hogy valami fekete felsőt szeretni. Jaj, hát így hogy nézek ki? Jó lesz ez a fekete. És legyünk szoknyás, nem, de ez így jó. Na, hogy ezt így adom. Jó. Intro kihagyására rákattintsak, vagy kell nekünk az intro? Többféle cica és kutya közül lehet válaszolni. Az oké, de... Nekem izé kell. Ez a cica. Ez Hope. Nem tudom, hogy mit akar az intro. Tudod mit? Intro kihagyása. Let's go! Odvas Didi elindul. A játék el lett mentve. Oké. VASD. Van 500 pénzem, energym. Várjál, hogy van a... Aha. Új napló bejegyzés, széna. 15 darab. Oké, ha... Hú, bazd meg. Jó, már elköltöttem energit, úgyhogy nem is csináltam semmit. Nagyon jó. Mi a feladatom? Nincs feladatom első körben? Napló. Kezdő lépések. Szerezz egy tojást a csirkéittől. És be kell mutatkoznom embereknek. Csirkéimtől? Hol vannak a csirkéim? Sziasztok, csirkéim! Megszívecskéztem őket. Ha, megszénázom. Az etető üres, építs egy silót. Igen, itt már az elején lehet csirke. Ez az újdonság benne. Kacér! Kacér a csirke! És kakaó a másik. Nagyon aranyosak, tehát kacér és kakaó. Aha. Hát először biztos, hogy kell valami lyukat vájni ide magunknak. Nagyon jó. Hát a szerez tojást a csirkéitől, azt gondolom abból a szempontból annyira nem könnyű, hogy még gyerekek. Tehát azok így bazira nem fognak semmit tojni. Amúgy lehet, hogy be kéne menni a városba. Gondolom az a része nem változott, ugye? Tehát a falu az ugyanaz, meg minden. És most mutatkozzunk be. Megjött Avid, a hódító. Szia, te leszel az első ember, akinek bemutatkozok.
Gus. Gusnak már bemutatkoztunk. Shane. Shane-nek is bemutatkoztunk. A futballos fiú, Alex. Zárva van, délben nyit a kocsma. Hopp, ott megvan még egy ember. A kis Jány. Az ott a csatorna. Nem itt van az öreg papa? Héli, Héli, ó, Hélit kell megba... Hélit kell felszednünk, ugye? Emily még nincs olyan jóba velem. Jó, figyeljetek, először is hogyan lehet ezt lepauzolni, mert most beszélgetnünk kell arról, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Ez így lepauzolja? Igen, ha a menübe vagyok, lepauzolja. Oké. Na figyeljetek, tehát elindult a játék, megvan a saját helyem. Van ugye feladatom, hogy szerezzek tojást, azt gondolom csak annyi, hogy idő nőjön fel a csirke, tossza meg az egyik a másikat, legyen tojásom. Tehát ez csak idő. Van-e olyan dolog, amire rögtön itt az elején figyelni kell? Mondom, hogy én hogy csináltam annó. Nekem annó az első és legfontosabb dolgom az volt, hogy konkrétan teljesen kipucoljam a saját farmomat. Azzal nagyon sok energit égettem el, nem volt feltétlen hasznos, de hogy így le akartam pucolni mindent. Amikor villog az idő, akkor leállt. Aha, tehát most látom, hogy ott villog, ott fölöttem fönt. El kéne dönteni szerintem, hogy melyik utat választod. Mármint milyen utat? Nyilván először gondolom elég csak egy pici területet kimaszkírozni a házam előtt, hogy mondjuk ott ültessek, vagy ilyesmi. Aha, oké, amikor marad energy. Jó, oké. Jó, figyeljetek, akkor... Akkor most még rohangálunk egy kicsit körbe, megpróbálunk beszélgetni emberekkel. És gondolom, akkor először, mivel van 500 pénzem, tényleg, arra viszont akkor figyelhetünk... Na, az nem is egy rossz gondolat. Mivel ti úgyis fejből vágjátok az ilyen közösségi házas dolgot, akkor nézzük azt, hogy mit kellene venni. Mert mit? Itt van paszternák, bab, karfiol, krumpli. A fejből az erős. Tudom, hogy halakat is el kell kapni, a földről is kell szedni cuccokat. Én lehet, hogy vennék mindent. Legalábbis amit tudok. Ezt most hova tette? Ja, oda. 4 paszternákot, veszek 2 babot. És ahogy látom, egyébként több helyen például nincs. Nézném a questet is a helyedbe. Hát de a quest az, hogy szerezzek tojást a csirkéimtől és beszélgessek emberekkel. Na jó, ripmeló kezdem én is. Ez az, gyere Rea. Mindenből kellett egy... Most még más questem nincsen, de ezt most el kell ültetnem. Itt a ház előtt bőven elég lesz egy kicsit takarítani.
Azt tudom, hogy a Stardew Valley-nek az volt számomra a hátulütője, hogy annyira be voltam szorítva, hogy tudod, ez a időbe kapálj meg, mit tudom, már várjál. Volt egy olyan beállítás, ami mutatta, hogy hol a kurzor. Mutassa az eszközütési helyét. Jó, ezzel már meg vagyunk. Kellene nekem egy láda, hogy belepakoljak. Bujoló, köszi a rédet, sziasztok! Gyűjtemény, különlegességek, állatok. Itt van, hogy kakaó és kacér. Barkácsolás. A ládához kell 50 fa. Próbálunk fát szerezni. Ja, micsoda pro izé vagyok? Azt figyeld, várjál, csak keresem még egyelőre az eszközeimet. 36. Tudom, hogy ki lehet vágni a fát is, csak előtte az izéket, kicsiket akartam. Oké, ez mennyit adott? 52. Barkács, láda. Várjál, szén, fa. Hát ezt nem oda akartam letenni, de jó. Várjál, a kevert magvat is elültethetem. Jó, most van helyem, most akkor spurizzunk még magot venni. Ott van egy új ember. A még egy. Ó, egy idegen. Nem vagyok idegen, nyugi. Én már régen is itt voltam, csak most újjászülettem. Ott a mama! Szia, mama! Én is öreg lány vagyok. És arra emlékszem, hogy csak este szabad a kukában turkálni, mert egyébként meglátják, és így kinéznek. Ó, itt van a csaj, aki mindig le fog húzni pénzzel. Na, a Pasternak babaz már van. Kell, hát figyelj, egy karfiol, egy krumpli, legyen egy tulipán, egy vadkáposzta, egy jazz, fű nem kell. Jó, akkor most mindenből van. Hú, de jó vagyok. Na, mehetünk ültetni. Szia, pacak! Beindul a biznisz. Tű, azért én emlékszem, hogy a végére már egy elég menő farmom volt, és tudom, hogy ilyen tervezőbe terveztem meg, hogy hogy nézzen ki, és építettem össze. 1, 2, 3, 4, 5 különböző cuccom van. Az hogy semmisítem meg? Az hogy tudom megsemmisíteni? Kaszával? Nem, így.
Szuper. Oké, most lepauzolom. Most mit csináljak? Nincs pénzem, elültettem mindent, meglocsoltam mindent, megsimiztem a csirkéimet, megetettem a csirkéimet. Szabad az élet, ugye? Beszélges NPC-vel. Aha, próbáljak meg minél több emberrel beszélni. Nem kell előtte elhasználni az energimet? Nem speedrun van, csak próbálom az elején fölvenni a fonalat azok alapján, hogy mit mondanak a prók. Horgászás. De nincs a horgászbotom. Azt mondtátok, hogy beszélgessek NPC-kkel, és nem jobb az, hogy takarítom a területemet? Botom majd lesz holnap. Jó. Hát te miért oda föl? Te csak hogy szeded le? Szezonális növényekből gyűjtögessek? Git good. Jó van. Akkor gyűjtögessek a földről? Nem itt kellene a földön nőnie különböző izéknek? Lehet, hogy még a természet is csak most ébredezik, és nincsen semmi a földön konkrétan. Itt tudom, hogy az volt a... Ja, itt az emós fiú. Itt tudom, hogy az volt ebben a játékban mindig a stressz, hogy odaérjél időbe az ágyadhoz, mert különben összeestél. Ott a csöves. Szia, More! Hát ővel nincsen dolgunk. És azt hiszem hajnal kettőig, ja, ide nem is érdemes jönni. Vagy már te egy csöves? Hát de miért ott nem egy csöves lakik? Ja, pillanat is jövök. Segítem mostan meg. Ja. Amit utána olvastam, az áruizmával van lehet a baj. Aha. Re. Sátras? Hát de nem, de az nem csövi. Hallod, de már este 80 és nem csináltam semmit. Egy idegen, üdv. Ne is törődj velem. Hát akkor ennek könnyen eleget teszek, és itt hagylak a francba. De az este 8 óra, de, hallod? De ebben a játékban nincs idő semmire. Miklós, nagyon szépen köszönöm az 54. hónapot. Szia-szia. Hallod, de nem volt semmi, amit felszedhettem volna a földről.
Akkor még burnöljünk el staminát. Mondjuk nincs olyan sok. Az mennyi? Az 16. Kezdesz fáradt lenni. Hát jó. De várj, és most így este 21 órakor már nem lehet semmit csinálni ebbe a játékba? Tiszta gaz a he. Fú, ezt deutáltam az elejét. Nem mindig van felszedhető cucc. Hát azt most veszem észre. És most a csirkéim alszanak? Kacér aludni próbál. Hát jó. Jó, van kajájuk, és megsimogattam őket. Mikor kell lefeküdni? Stamina nélkül mit akarok csinálni még? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy mit akarok csinálni. Először is inventory. Jaj! Hogy lehetett inventory-t rendezni? Ah, így. Na, mi van először? Így. Meg a fű. Így. Aha, itt van, hogy mibe vagyok jártas. Aha, és látom ezeket az X-eket, tehát hogy ezekkel beszéltem ma, és ővelük nem. Ah, őket meg se találtam. Oké, itt van a térké... Jaj. Barkácsolás, állatom. Hát jó, akkor menjünk el aludni, hát nem tudok semmit csinálni magam, nem tudok semmit kezdeni magammal. Kiengedhetem őket, és akkor nem zabálják meg a szénákat. Kaptam egy levelet! Na majd mindjárt megnézem, hogy milyen levelet kaptam. Jaj, tényleg itt lehet kiengedni őket. De már gondolom megették a szénát, mi? Aha, hát persze, hogy megették. Úrva életbe. Jó, megszívecskéztem. Hol a másik? Hol vagy? Ott van. Őt is megszívecskéztem. Jó, hát itt nem is rakok rendet. Legeljék ők ezt le. Jó, locsantok. Óriási locsolómestert láttok itt húsvétkor. Üdv! Most értem vissza egy horgászútról, valamikor lenézhetnél a stra... Már megyek is! Már megyek is a Willihez! Rohanok is, Willi, jövök! Ott van egy leszedhető cucc. Jó, ezeket fogjuk figyelni. Meg a bokrokat lehet. Várjál már, de a bokrokkal óvatosan kell, mert hogyha a bokrokat bizergálom, abból dugó emberek ugranak ki. Nem az van, hogy ott kettyintenek folyton a bokorba? Ebbe a bokorba vagy melyikbe? Itt van egy bokor, amibe dugnak. De már nem emlékszem rá. Ja, ennyi volt? Biztosan ugyanarról a játékról beszélünk? Igen! Tudja, hogy van ebben a játékban olyan, hogy dugnak a bokorba. És hogyha egy birizgálod, akkor kiugranak belőle. Üdv néked, kisasszony! Jaj, de aranyos! Hát egy vén fasz, vagy mint egy érted... Adj nekem egy botot, és meghódítom a világot. A polgi és a tehenésznő. Ah, igen, igen, igen. Na, most akkor kapok tőle egy horgászbotot, de az még ilyen csira horgászbot. Ott is van. De már ezzel, a bambuszbottal nekiállhatunk horgászni. Ha csak nem mondjátok azt, hogy valami mást kéne csinálnom, én adott esetben
Mivel pénzem nincsen, gondolom halakat kellene kifognom és eladnom, nem? Így van. Na figyelj, horgászbot. Azt tudom, hogy ennél rákosabb dolog nincs, mint ebben a játékban horgászni. Szardínia! Gyűlöltem ebben a játékban a horgászást. Tehát, hogy ha van még egy idegesítő a horgász mechanika, az ez, hogy tartsd azt a csíkot a halba. Na, jó. Ázott újság, az nagyon jó. Hát így hogy lehetnek a nagy ho-ho? Igen, mert mindig... Most ez mi volt? Nem volt felkiáltójel. Ja, mert az akkor jön ki. Ne, létszín, ne legyél ilyen nagyon diló hal. Az jó, ez megint Szardínia lesz szerintem. Nem! Óriás lapos hal! De várj, nincsen helyem, tehát még kifogok két halat és vége. Na mindjárt fölmegyünk, hogy más hal legyen, meg gondolom akkor ezeket a halakat be kéne vágnom az eladós ládába. Az kell. Ne! Te mocsok! Kiúszik? Kiúszik? Hering. Jó. Három különböző halat itt elkaptam. Hoppá. Nem, az nem. Nem akarom kifogni Willit. Na figyelj, Willi! Azt figyeld. Oké, bambuszbot. Harcsa csali. Pisztrángleves, meg recept. Edzőbot. Várjál, az edzőbot... Az edzőbot az 25-be kerül, de az nem jobb, mint a bambuszbot? Nem jobb. Oké, már megyek is ki. Na jó, még egyet horgászunk itt. A community chesteset ne adjam el. Aha, hát azt meg kellene jegyezni, hogy oda mi kell. De a community... Na, újra. A community centeres dolog, azt gondolom fix, az mindenkinél ugyanaz, tehát tudjátok, alt-tab, várjál. Az alt-tab az nagyon jó, az ezt csinálja. Az fasz a holtfarkas, tehát azzal tudok a különböző megnyitott oldalak között mendegélni. Az nem biztos, hogy annyira hasznos. Te mindig ráhajtottál az iridium botra? Hát ezt gondolom. Ott van valami! Ott figyelj! Ott van ilyen! Nagyon jó! Egy kóla! Megleszel, maradjál benne az őrcsíkba!
23 centis lepényhal. Szardínia. De ne, már kicsel ez a hal. Haló? Ne legyél köcsög. Van pár új ötleted, amire aludhatsz egyet. Jaj, ne! Jó, az ázott újság az nem kell. Pillanat, el kell adnom. És azok már láttátok? Csillagos halak voltak. Ezüst csillagos halak. Csöveskedjünk így a földről. Az elején a kis sáv elég szívás. Hát veszem észre. Ő Elliot. Ez nincs megépítve. 300 darab fa kell hozzá. Hát, azt most még nem. De várjátok, ebbe lehetett valamit csinálni, nem? Aha, nem. Pedig úgy rémlett, hogy valamit azzal lehet. Na nézzük, itt is horgásszunk egyet. Azt figyeld, azaz megvan! Ott is van! És még az ajándék is. Mi van benne? Mag, meg szén. Várják, kagyló, tengeri medúza. Pitypang. Hát... Kösz. Tudom pedig, hogy a szén is fontos lenne. Jaj, várj, itt beszorulunk. Viszont van nálam kettő mag, amit el kell ültetnem. Meg van egy kólám. Mi lenne, ha meginnám a kólát? A kóla az nem energiát? De amúgy ad energiát. Igen, ilyen kukacok a földbe, azzal is lehetett valamit csinálni. Szardínia naphal, ez fixen kell. Aha. Hát a kis sügér az akkor nem. Kagyló az nem kell. A tengeri, hallod, a tengeri medúza az amúgy 88 energiát tölt. Az amúgy nem rossz. Nem tudom, hogy melyik volt egyébként az ilyen mag. Kettőt lepössentettem. Azt is, nagyon jó. Hát az amúgy nem kell már, mint hogy így a kapát, meg a izét, ezt a hármat, ezt vihetjük magunkkal. Jó. Van 400 pénzem, abból kellene venni még magot. Vagy... Lehet, hogy nem is magot, hanem táskát, mert ez a táska mennyiség, vagy hely mennyiség, ez nagyon-nagyon csóró, amin van. Azt hiszem, itt kellett a táskát venni, igen. Hátizsák, 2000 gold, ó. Hú, várjatok már, én nem tudok oda átmenni, bulizni velük, dehogy nem. Na gyere csak ide. Szia, Emily. Na, itt most mindenkinek bemutatkozom. Egyre jobban fognak engem szeretni, így megpróbálok bevágódni náluk, mielőtt kirámolom a házukat. Lehet amúgy lopni?
Már megyek is ültetni. A paszternák magja, magvaim, ami a boldog vagyok. Még talán van annyi energiám, hogy ezeket elültessem. Már itt egyébként kellene így... Az a baj, hogy... Ennek a játéknak van egy ilyen kompetitív ága is, hogy... Hogy így tudod, hogy mikor mivel kell foglalkoznod, mert egyébként így kifutsz az időből, akkor utána elkezdesz stresszelni azon, hogy úristen, ebben az évben ez nem lesz meg, az sem lesz meg, amaz sem lesz meg, és konkrétan így megöli a lelkedet a játék. Na figyelj ide. Ez nem kell. Tehát van 1, 2, 3, 4, 5 darab paszternák magvam. Ráadásul, hogyha jól tudom, akkor tényleg ennek a játéknak van... van ilyen e-sport verziója, nem? Tehát, hogy ezt így versenyezni is szokták a Stardew Valley-t. Ha még el kellene ültetnem egyet, még van bennem egy locsantás. Van. Na most kellene tölteni... Hol tudok izét tölteni? Ott van víz. Lehet, hogy ott. Aha. Na figyelj, én meglocsoltam mindent, úgy gondolom. Még van egy kis energím. Azt akkor még így, nem tudom, használjuk el. Vágjunk fát. Ez beesett a házamba! Remélem, fölvettem. Morze kód ültetvény, igen. Már csak 24 energy-m van. Az már nem lesz elég arra, hogy megváltsam a világot. Van füvem, szénám. Figyelj, ha nyitva van az ajtó a csirkéknél, akkor kimennek majd úgyis enni. Fűvágás az nem kerül izébe? Na, arra nem emlékeztem. Tehát füvet vágni, amit így kaszálni, azt tudok energy nélkül is. Az tök jó. Megvan, hogy mit tudok csinálni, amikor nincs energy. Mennyit használ ez el? Legalább olyan szép lenne, hogyha mondjuk ezt a részt, amit amúgy is ilyen barnás, azt elhasználnám. 8, és egyet ütök, 6. Aha, tehát akkor 2-t használ el. Jó, 2-t meghagyok. Jó, hát 21 óra van, és nem tudok már magammal mit kezdeni, úgyhogy elmegyek aludni. Na, ez aztán nagymamás. Így van, ha nincs energiát, füvez. Na, megyek is aludni. Tessék, horgászás 1-es szint. Szuper. Na, 100 pénzt csináltam a halból, összesen 100. Nagyon jó. Már a harmadik napon vagyunk. Nézzünk bele a tévébe. Esik az eső, nem kell öntöznöm. Valamit suttognak. Ma nagyon boldogok! Na most kellene bányába menni, nem? Mert most nagyon boldogok a lelkek. Megyek a csirkékhez.
Ú, de ők lehet, hogy esőben nem jönnek ki. Van tojás. Kész is a quest. Ezek már fölnőttek? Na nézzük. 100 pénz. Nagyon jó. Hát a bemutatkozás még egyébként 9 emberrel nem találkoztam. Fejlődések. Tapasztalatszerzéssel új barkácsolós recepteket tanulhatsz, amivel több lesz a bevételed és könnyebb lesz az életed. Például egy madár ijesztővel a varjak nem dézsmálják meg az értékes terméseidet. Érd el az egyes kertészkedés szintet és készíts egy madár ijesztőt. Jó. Állatok. Robin a helyi ács, a várostól északra él. Pár nyersanyagért és némi pénzösszegért cserébe új épületeket építhetsz a farmodra. Ha egy silót építesz, akkor egy kaszával begyűjtheted és tárolhatod a füveket, amivel az állataid építs egy silót. Aha. Jó, jó. Akkor nézzünk körbe, hogy Robin innen északra él. Mi kell neki ahhoz, hogy építsen nekem egy silót? Némi pénzösszegért, azt gondolom nem 2 fillér lesz. Boldogok a lelki szegények, azt mondja. Na várjál, Robin ebbe a házba lakik, azt hiszem. Van valami ingyen cucc a földről? Nincs. Zárva van, 9-kor nyit. Ja, hogy 7 óra 10 van. Ó, de jó. Gondolom esőben senki sem fog itt nagyon rohangálni. Jó, ő továbbra is ott üteget. Az a baj, hogy most itt kell várnom 8-ig, vagy 9-ig ráadásul. Ezzel valamit lehet csinálni, nem? Vasút. Na jó, hát Robinnal befűröttünk. Micsoda? A madár ijesztő, ami elijeszti a madarakat. Micsoda ez mi? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert láttam egy olyan videót, amiben, amikor rakta le az emberünk a... Hogy hívják, ami elijeszti a madarakat? Nem, madár ijesztő. Jó, lépjünk túl ezen. Tehát, hogy a madár ijesztő, amit úgy hívnak, amikor azt rakta... Baszdmeg. Na, tehát a madár ijesztő, ami elijeszti a madarakat. Na, ma is tanultunk valamit. Na, hát aki nem tudta volna, az a dolog, ami elijeszti a madarakat. Azt úgy hívják, hogy madár ijesztő. Jó, én közben gyűjtöm ezt a cuccot. Narcisz. Az nem valamelyik embernek a kedvenc növénye. Ne menj el! Jó, beszéltem ma is vele. Több falusi is szereti a narciszt? Na, az jó. Tökéletesen céltalanul rohangálok. És már 9 óra 20 van, már régen Robinnál kéne lennem. Viszont ingyen magvakat... Aj, ne! Ne! Nem tudom fölvenni a magvakat! Aj. Elfelejtettem kirakni otthon a kapámat, meg a locsolómat. Az mit csinál ott? Az mi? Miért van a felkiáltója? Á! Jól jönne egy topáz. Aha, felejtsd el, kösz. Nincs topázom. Mi van? Melyik az a bolt, ami szerdánként zárva van?
De jó, hogy hétfővel indítottunk. Na jó, figyelj, egyelőre raktározunk mindent, jó? Ja, éjszakra megyünk Robinhoz. Az elején szerdánként zárva van Pierre. Ami utána azt mondja, hogy a szerda mégse szerda. Vagy, mivel beindul a hipermarket, rájön, hogy nem engedheti meg magának, hogy szerdánként zárva tartson. Mindenki vovozik, szerdán van a reset. Lehet. Na, Robin, az van, farm épületek építése. Csűr. Nem istálló, nem kút, siló, rézrúd. Nem vagy te egy kicsit kap be a faszom? Honnan lesz rézrudam? Kőfa, nagy láda recept, ablak, kicsi ablak, nagy ablak, mindenféle nyírfacuc, telefon, tégla, kő, ágy. Aha, jó van. Robin, kap be! De várjál, ahhoz a bányába kéne menni, hogy legyen rezem, nem? Itt lakik lent a Sebastian? Szerintem ide még soha nem jöttem le. Na jó. Ezzel pont semmit nem értem el. Menjek, azt rezeljek be. De várjátok, tehát a bányába rögtön az elején nem mehetek le, nem? Tehát nincsen fegyverem. Jó, akkor most, amit tudok csinálni, az az, hogy mivel nem tudok semmit se venni, elhorgászom. Még nyitva sincs a bánya, hát az meg a másik. Hát akkor horgászunk. Van ennyi helyem horgászni, és akkor utána majd bevágom a ládába. A horgászása egy a gond, egyrészt kurva idegesítő, mármint nekem, és iszonyatosan elmegy vele az idő. Nem lehet valahogy azt a csíkot növelni? De amúgy most a kertészkedést kellene növelni, az lenne a quest. Mezőt kezdtem, igen, azért van ugye csirkém már rögtön az elején. Most, hogyha ezeket a halakat belerakom a ládába, akkor legalább holnap lesz pénzem, tehát tudok több mindent ültetni majd. Úgyhogy azt nem tudom, hogy nyilván minden ilyennek megvan, nagyon jó. Tehát, hogy ezeket, amiket jelenleg találok, ezek fantasztikusak. Nyilván mindegyiknek megvan, gondolom így az árérték aránya, tehát, hogy mondjuk érdemesebb... tudom én, paszternák magot ültetni, vagy jobban megéri horgászni, és a halat eladni. Há? Azt hittem, hogy a...
Tehát a láda nem ugyanúgy működik, mint a hal, tehát a ládának a csíkja instant eltűnik, hogyha nem azt begyörgészem. Szia, Dani! Na most egyelőre még semmilyen farmerek nem vagyunk. Egy csóró vagyok, horgászni is alig tudok, semmim nincsen. De egy kis szájú sügért kifogtam. Ezt felejtsd el. Ez valami legendás hal volt. Én emlékszem, múltkor is ez volt. Kifogtam rögtön az elején valami ilyet, ami konkrétan elkaphatatlan. Tehát amikor rögtön az elején látod, hogy így kiugrik konkrétan, és nem tudod a csikodba benne tartani. Vándor alóza. Az volt? Jól olvastam? Alóza, igen. More, veled nem találkoztam még, gyere ide! Asszem. A nevem Pam. Pam, Pam, Pam. Jó, megvan Pam is. Sügér meg én. Az ráadásul 2 darab ezüst csillagos. Oldalról kicsit úgy néz ki a karakterem, mint hogyha egy ilyen hupikék törpike lenne. Tehát ilyen nagy cipője van. Pálcik a lába, van egy kis szoknyám. Az is fontos, azt rakjuk el, jó. Köszi szépen, igen, bolondok napja. Az milyen menő, hogyha valaki április 1-én született? Na jó, takarodj a francba! Utálom ezt a halat! Egy pillanatra elhiteti veled, hogy meg lehet, aztán utána csűri, csavarja, fordul 2, azt elúszik. Szevasz, Purmi! Készülj, este hatalmasat fogunk menni. Alig várom. Alig várom. A ma este az nagyon fontos lesz, Purmi. Aj, nem, már megint izé. Alga. Volt kolléganőm ikrei április 1-én születtek. Jó, ezt a halat, ezt már nem is nézem. Poénkodott, aki április 1-én született, azóta nem. Azóta nem. És dilók? Dilók a gyerekek? Tehát tényleg ilyen bolondok? Mondjuk... A staminámat is elfogyasztom azért rendesen ezzel a horgászással. Most nézem, tehát ezért nem megy a levesbe. Keszeg. Csak elevenek, aha. Kap be! Keszeg. Van még idő. Mennyi? Mondjuk este 8 óra van, hajnal 2-ig lehetek ébren. Hajnal 2, akkor arra jól emlékeztem. Kicsit úgy működik ez a karakter, mint én. Én is általában ilyen 2-ig szoktam fönt lenni.
Mondjuk utána nem dőlök el itt a szobába és reggel szed össze egy csöves, de... Na, figyelj, figyelj, mondom, hogy hogy lesz, halacska. Most kurvára azt így megvárod, amíg én ezt összeszedem. Így. Ho-ho-ho-ho! Jó, egy sügér, és mit kaptunk? Csalit! Na! És várjál már, a csalit azt föl tudom... A csalival mit tudok csinálni? Előbb egy horgászbotra kell helyezni. De hogy? És mikor kerek reggel? Hát én általában ilyen 7 óra környékén szoktam kelni, mert 8-ra kell bemennem az irodába. Ó, csak majd fejlettebb botra lehet. Á, oké. Okay. Jó, most ennyi hal elég. Most menjünk haza, mert még egy kicsit akarok kapálni otthon. Szia, Csuhi! Még egy picit kapálunk otthon, és akkor azt mondtátok, hogy a... Na várjál, először is nézzük meg. Hol tudom megnézni a közösségi ház, ételek, ásványok, erekjék, halak? Nem. Az létezik, hogy én most még nem látom a közösségi házas menüpontot? Az még nincsen nekem. Jó-jó. Csak meg akartam volna nézni, hogy akkor melyik hal kell oda. Jó, melyik az a hal, amelyiket rakjam el? Van keszegem, sima és ezüstös vándor alózám, meg kis szájú sügérem. Nem látod, mert nem voltál benne. Aha, jó. Akkor azzal még ráérünk. De jó lenne 7-kor kelni. Na jó, de korábban is végzel, tabu, nem? Tehát nem ilyen 8-tól 5-ig melód van. Oké, a vándor alóza kell. Elég belőle a simát elraknom, és hogyha az ezüstöset eladhatom? Jó. 5.30-tól melózol 14.30-ig, aha. Bundle-be elég a sima. Kis szájú nem kell, oké. Okay. Jó, a keszeget akkor most nem tudjuk, hogy mire kell, ha kell nekünk. A többit bevágom a ládába, és szerintem a tojást is. Eladom a tojásom. A kóla az azt hiszem kellett valakinek, azt lehet odaadni. Tengeri medúzát, azt nem adom el. Ezeket, ami ilyen, hogy pitypang, narcisz, torma, meg ilyenek, ezek ugye a szezonális dolgok, azokat mindenféleképpen el kell raknom, ugye? A keszeg úgy emlékszem küldihez, de nem biztos. Aha. Jó. Hát figyeljétek, akkor most vágunk fát. Még amely van energim, legalább ezt a kis részt kitakarítom, ami itt van az elején. Meg azt hiszem, ezek vissza is jönnek egy idő után. Vagy csak szezonváltás, nem tudom, valamikor visszajönnek ezek, azt tudom. Naphal és a szardinia az, ami még tavasz. Ahhoz viszont akkor le kell mennem a nyílt vizes részhez. Mert azokat ott fogtam. Akkor azokat viszont visszamegyünk majd még elkapni, hogy az legyen. Jaj, várjál, most már kijöttem a izéből. Az a rész nem kell. Jó, elfáradtam, úgyhogy alvás. Van 83 fám, úgyhogy lerakhatnék majd utána még egy ládát.
és akkor abba a ládába pedig gyűjtögethetjük azokat a dolgokat, amik fixen kellenek majd. Oké, gyűjtögetésem is szintet lépett, plusz egy baltajártasság, a fák néha magvakat dobnak, új barkácsolás recept, vadmagvak, és mezei nasi. Na, tudok nasit csinálni most már. 100-at adott a tojás. 50-50-be. Aha. 435-öt. Szupi. 595 pénzt szereztem. Szerintem most nem költöm el magvakra. Legalábbis, hogyha nem mondjátok azt, hogy mégis költsem el. Mert lehet, hogy összeszednék 2000-et a táskára. Úgyis az állatokkal kezdünk. Megkakasoltam a kakasomat. Még tojás. Jó, viszont kelleni fog nekik széna. Valamiért megették a szénát, és nem ide kijöttek enni. Jaj, ez a zene. Ti-di-di-ti-di-ti-ti. Ja, mert tegnap esett az eső, és benn voltak. Aha. Pro tip. Ó, kösz! Hát, de annyira egyelőre még nem számoljuk ki a dolgokat. Amúgy ahhoz képest, már egész sok mindenem van elültetve. Végig tudom locsolni még egy kannával. Király. Jó. Ott van megint valami cucc. Pitypang. Jó, tehát ahhoz, hogy Robintól meglegyen az épület, ahhoz kelleni fog nekünk rész. Tehát az még úgy gondolom, hogy odébb van. Pierre-nek a boltja ma már nyitva van, tehát adott esetben tudnék vásárolni. De én lehet, hogy először rámennék a táskára. 2000 pénz. Az jó gondolat, vagy inkább költsem el és vegyek magot, és majd később veszek táskát? Most lemegyünk a izéhez. Szerválni halakat. Itt egy... Ja. Azt hittem egy csirke, mondom, hazaviszem. Penny. Te magoznál, de kinek mi? Aha, jó. Szerinted is táska. Kukac! Aha, na hát pont az az eszköz nincs nálam, ami a kukacnak kell. Na, ez azért jó, hogy ennyi mindent szedtem össze, mert most megint nem fogok tudni... Na, mindegy. Naphal és szardínia. Ezt a kettőt kell megtartanom, a többit eladhatom, ugye? Jó. Ott van olyan izé. Pocsonya. Jó, inkább oda megyek. Osztriga meg kajdló. Na, ettől a helytől meg fogok őrülni, hogy ennyire kevés. De pláne így. Új teljesítmény.
Hát az nagyon jó. Ezt meg tudom enni? Edd meg! Edd meg a hínárt. Naphal csak nyáron van. De nem fogtunk ki, nem fogtunk ki már egy olyat? Ne, ez is ilyen dilóhal. Nem, ez csak kicsit dilóhal. Oké, ott a Szardínia. Nagyon jó. 2 darab arany szardíniát fogtam ki. Hoppá! Meg egy lilát! Viszem haza! Várj! Ezt lehet, hogy inkább el kéne adni, nem? Lila! A lila akkor van, ha végig a csíkban marad a hal. Lilát tartsd meg, oké. Akkor a lilát megtartom, és az aranyat adjam el Willinek? Előtte akkor úgyis hazamegyek, mert kipakolok, mert nincs a helyem. Akkor lesz lila a hal, hogyha végig benne tartom a csíkba. Aha. Mert attól nem kell tartani, hogy az olyan nagyon sűrűn elő fog fordulni szerintem. Tényleg ide kell lejönni, mert itt lehet sok minden a földön. Jó, de mondjuk most pont nincs a helyem, tehát hogy éppen az lenne a lényeg, hogy hazamenjek kipakolni. Még szerintem, hogy haza tudtam jönni. Jó, lilát megtartjuk. Osztriga, kajdló. Azt a kevert magot meg el kéne ültetni. Emlékszel még a fűlekaszálásnál egy fontos szabályra? A fűlekaszálásnál fontos szabályra? Hogy a füvet csak akkor kaszáljam le, hogyha már van siló, mert akkor a cénát? Nem, arra nem emlékszem. Ja, hogy most beugrott valami. Elhozhattam volna magammal az izét, hogy kikukacozzam azt onnan, de mindegy. Még mindig ott van. Nem lehetne, hogy mondjuk oda dob be? Na, úgy. Ne! Ah, kicsúszott. Majdnem megvolt a lila.
Ti is láttátok. Ha nagyobb a botom, nagyobb a zöld csík is. Lehet akkor a botom, hogy a teljes egészében betakarítja, vagy betakarja a zöld csík a ajzét, és nem kell semmit csinálnom? Nem, csak könnyebben kielégíted a halakat. Á. Igen, lehet, csak nem ebben olyan. Buffal is lehet növelni. Aha. Ú, de jó volt. Megvan, megvan a abban, én most valami... Szerintem abban a ládában egy iridium horgászbot lesz. Hát nem. De majdnem. Azt mondja, hogy ne. De mondjuk egy nem tudom, egy iridium kasza is lehetett volna benne. Oké, úgy látszik, hogy Szardínia szezon van. Vagy egy hajó! Vagy egy ló! És akkor már is tudnék gyorsabban közlekedni. Az a baj, hogy idő előtt mindig kihúzom. És ezért már rögtön ott az elején elmegy a... Na? Hering! Aranyhering! Ne, de miért ugrasz ki a csikomból? Úgy szeretnék ilyen lila halakat. Gondolom, az sokkal többet ér. Új rekord. 28 centi szardin. Ületem egyébként, ez a Szardínia megy most nagyot. Igen, olyat már fogtam egyet, tyap-tyap. Az el van téve otthon. Az is láttam, hogy ott volt rajta, hogy sok energiát ad, meg a horgászáshoz adott bónuszt. Jaja. Szerintem most kihorgászok annyi pénzt, hogy holnap megvehetem a táskát magamnak. A mama Michael Kors táskát akar, úgyhogy kellenek a halak. Ott az iridium horgászbot, figyeld. Mekkora win lenne valami nagyon durvát kinyitni egyébként ebből a ládából itt az elején? Mondjuk 4 darab követ. Nagyon jó. Most is el tudom neki adni, vagy most már mivel nincsen benne a boltban, most már nem. 7:30 van. Ilyenkor dolgozol, haver? Aha nem, 17 óráig volt nyitva. Hát, akkor viszlát! Hát azzal a kővel nem mentünk olyan nagyot. Kő és szén. Nem baj, berakjuk az eladós ládába, és szerintem lemegyek az erdőbe, hát ha tudok még szedni dolgokat. Ezek közül, ami most van, mit kell félretennem? Tehát van arany szardellám és arany szardíniám is. Heringem, meg van sima szardíniám. Igen, itt Priscilla nagymester, 4000 óra.
4000 órányi tapasztalattal. Csupa szarhal, igen. A sima elég lesz a házba, a csillagosokat el lehet adni. Köszi! A sima elég, csillagosokat eladjuk. Jó, és akkor menjünk el, nem felejtjük el. Elhozom magammal a kabámat. És nem viszek horgászbotot. Azért, ezt nem így tudom, így tudom. Azért, hogyha valami kukacot látok a földbe, azt kikapom belőle. És lemegyünk gyűjtögetni valami szezonális dolgokat. Jó, a füvet nem bántjuk, füvet nem bántjuk. Fú, de rossz, hogy itt tele van szarva a területem. Oké, ott az első áldozat. Jó, mert ebből megjöhet ilyen kevert mag. Olyan, mint hogy olyan sokat látnék így este. Kéne állítani a gammán. Abba kijött egy béka. Semmi free loot. Mi ezt a gyászos erdőt? De ott van. Meg ott is van valami. Fall Guys-ban le vannak árazva az árak. Mármint ilyen skinek vásárlására? Szedünk fát. Megkaptam olyan famagot! Költői túlzásokban. Én úgy hallottam, hogy Priscilla egy abszolút e-sportoló ebben a játékban. Tehát, hogy mindent is tud. Na, úgy érzem, hogy elköltöttem minden energimet. 23 óra van. Mertünk aludni. Csak várjál itt a labirintus. Amúgy borzasztó nagy a farm részem. Ez régen is ekkora volt? Fenyőtoboz, szerintem azt... Nem, azt el kéne ültetni. Négy energiám van még. Hát, azt cseszhetem. De várjál, ezt nem lehet csak így beletunkolni a földbe? De! Azt lehet, hogy meg se kell öntöznöm. Tessék, nulla energy. Tökéletes. Ez a tökéletes napnak a kivitelezése volt. Fáklyákat nem akartam elerakni? Hát arról még nem is tudok, hogy gyártanék. Na, horgászás kettes szint. Horgászbot jártassák plusz egy, és tudok csalit kraftolni, aminek az ég egyet a világon semmi értelme. Hú, hát ez nem lett olyan big money. Ó. Oh. Hát azt hittem, hogy ebből már Michael Kors táska lesz a mai napon. Telepakoltam ólakkal, meg milyen nyása, és azért volt olyan, aha. Na, várjál! Lefüleltek!
Rájöttek, hogy loptam a virágot. Üdv, odvas, Didi! Neked is üdv, Márni. Látod ezt a cicát? Nem. A farmon bejáratánál üldögélt, elkóborolt. Nagyon jó. Hát akkor ne, persze, hogy örökbe fogadjuk. Misó. Hát nyilván nem Misó lesz a neve, hanem Hope. Légy jó, cicus, oké? Okay? Igen. És ne szard össze magad minden ötödik percbe. Lehet, hogy legjobb helyre. Én adni el kalapot. Oké, okay, zsoké. Gyere a régi house-ba, zsoké. Hoz érmét, kalapegér. Jó. Oké. Na. Paszternákot meg kell-e tartani, vagy eladhatom? Egyet tartsak meg. Oké. Okay. Viszont kell majd akkor maga helyére. Az 5 aranycsillagos csak optional. Na, nekem kell locsolni. Viszont lehet, hogy kellene venni magokat. Ja, mert így a... Jó, vegyünk magokat. Nyilván többért tudom eladni, tehát ez legfeljebb nem azonnali haszon, de... 9, hallod itt minden 9 kornyit? Kvarcot keres. Jó van, keressen kvarcot. Akkor megyek kukacozni lentre. Répa magvak! Azt hittem kukacér jövök. Na, de egyelőre még nem tudok sem erre másfele menni. Na, de várjál már. Hát a répa mag. Tavasszal ültesd el 3 napig. Már megyek is. Már megyek is répázni. Tök jó. A répa az új növény. Már rögtön találtam egy 1.6-os új dolgot. Tök jó. Mondjuk, fölnézünk ide. Egyrészt, hogy van-e kukac, vagy valami free loot a földön, de nem látok semmit. De van. Zárva van. Valahogy ez annyira léleknyugtató ennek a játéknak a zenéje. Ez egyszerűen nem lehet megunni, pedig egy ilyen rohadt 8 bites zene, ami egy idő után más játékban így az idegeidet szokta széttépni. De ebbe valahogy nem. És nem tudom miért. Van zoom out opció. Autófutás. Portrék mutatása a kereskedőben. Mutassa az eszközök üte, az oké. Okay. Mozgáskor nem mutassa az... oké. Okay. Tárgy eltétel ki. Csúzlövési mód.
lépés hangerő, hal harapási hang, állati hangok némítása, szegény nélkül, igen. UI skálázás. Aha, lehet csökkenteni a UI-t. Nice, király. De jó! Ez így jobb? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem jobban tetszik, hogy kijebb van zoomolva. Na, azt mondja, hogy... Hát akkor ültessük oda. Szia! A hosszú hétvégén találtam meg a YouTube csatornád, ahol a pici parkos, gártikfónos, mongúzos videókban tök vicces voltál. Kérlek, ma is légy az, mert hosszú volt a mai nap, és jól esne egy kis mosolygás. Oké. Na, ezt feltöltöttük. Jó, oké. Ne kell a horgászbot. És akkor locsolunk. A szegény hiába jött. Igen. Most még vissza lehet fordulni, és akkor még nem történik senkinek se baja. Avid és a vicces egy mondatban az lehetetlen. Na, látod? Az a jó, hogy nekem nem is kell semmit mondanom. Tehát a srácok elintézik, nem, ezt csak el kellett ültetni, úgyhogy. A srácok elintézik tök könnyen. Megmondják neked a tutit. Menjünk horgászni, és akkor tényleg csak egy horgászbot legyen nálam. Menekülj, amíg még tudsz, igen. De lehet, hogy nem régi videókat nézett. Mondjuk a Gartikfonnal nem mostanában játszottam. A mongúzos videót? Jó ég. Mondjuk az régen volt, igen. Akkor még lehet, hogy vicces voltam. Igen, Jóc, most már nincsen kifogás. Ma extrán viccesnek kell lennem. Pikó Park is 3 vagy 4 éves. Wow, na mondjuk a Pikó Park az király volt. Az nagyon-nagyon-nagyon... 3-4 éves? Azt a kurva. Emlékeztek még arra a Pikó Parkos videóra, amikor Kodival, Cucuval... Az egy durva stream volt. Cult of the Lamb streamet néztél? Jó, de hát az is egy extrém királyjáték volt, mert ugye ott közösségi szinten lehetett játszani. Asego, köszi a Mew-nak ajándékozott 630. szubodat. Kösz. Kodit kellett cipelni, mert öreg volt, igen, és nem tudta... és nem tudott átugrani egy hülye gombon, amire rá volt írva, hogy ne nyúj hozzá. Don't touch! Na, most kapjuk meg a közösségi házat, és ezt kell elkezdenünk felújítgatni.
Hogy hívják azokat a gumókat? Yumino. Ott van. A kis zöld alma. Junior, köszi az Icának ajándékozott szubat. Kösz. Pomogácsok. Úgy hívják őket? Mi a baj, te rosszul vagy? Nem. Ja, de hogy csak én láttam őket, jó? Szia, anya! Azt mondja, nyugtalanító a viselkedésed, odvas Didi. És jön a hype vonat, beröffentettétek. Priscilla, nagyon szépen köszi az Aquillának ajándékozott szubot. Nagyon köszönöm, de a Tibi is jó lesz Ica helyett. Ez a Józsi vagyok, de szólíts Irénnek. Jó. Most nem tudom, hogy már csak emiatt marad... Nem tudom, hogy már csak emiatt maradjunk az Icánál, vagy maradjon a Tibi. Írt a nyúl. Az igen? El akarod mondani, anya, hogy mit kaptam tőled húsvétra? Na majd ő elmondja nektek, most küldte át a képet. Ő már Ica lesz, mint a puha gyík. Igen. Na, akkor most megnyílt ezek szerint a közösségi ház, ergo, innentől kezdve most már látom azt a menüt. Levelek, teljesítmény, a közösség, nem. Gyűjtem? Nem látom még. Még jó gyerek voltál? Igen. Állítólag. Vagy mint Krisztina, aki nem pornos. Ja, Krisztina Blue? De most mondjátok már meg őszintén. Krisztinát amúgy is imádjuk. Na de ezzel a névvel, hogy Krisztina Blue, nem rögtön arra gondolsz? Még előtte kell dolgokat csinálnom, hogy lássam. Aha. Jó. Szem épp egy trükköt csinál a fantasztikus gördeszkáján. Well, eddig nem. Hát de. Ezt még Krisztina is mondta. Mármint nem azt, hogy azért ez a neve mert, hanem hogy így érti a felvetést. Na, figyeljetek! Tele vagyok életenergiával, és horgásznom kell. És nem biztos, hogy itt kellene horgásznom, nem? Ott van! Ja, ez nem... ezzel kevertem. Ez nem naphal, ilyen lepényhalat fogtam múltkor.
Aj, tudtam, hogy nem fog végig benne maradni. Figyeljetek, itt még kell horgásznom? Vagy menjek most már föl inkább folyóhoz? Végig benne volt! Akkor az lila? A fasz nem is lila. Pedig most nem csúszott ki belőle. Mehetsz folyóhoz, meg tóhoz. Jó, hát ez gondolom jó lesz. Várjál, ott vannak a kislányok, azokkal beszélgessünk. Mondjuk ő pont egy fiú, azt hiszem. Penny. Na. Hát ide fogunk sokat járni, gondolom, mert itt vannak a fejlesztések. Na nézzük, mit tudunk itt elfogni. Az nagyon jó, az borzasztó hasznosnak tűnik. Majd a hínárt megesszük utána. Szét akar durranni a felkiáltójel a felső sarokban. Mindjárt megnézzük, hogy... mit akar. Patkányok! Valami furcsaság van a közösségi központon. Vizsgál meg a közösségi központot. Jó van. Már mennek aludni a gyerekek? Vagy mi? Mennyi az idő? 16:20. Ott a naphal! Oké, ezt a naphalat kell elraknom, ugye? Ugye? Jó. Kicsit kicsúszott, az nem számít, ugye? Még egy naphal, új rekord, és ezüst naphal. Esőbe. Oké, tehát ha esik az eső, akkor majd leszaladunk az óceánhoz. Van-e még valami olyan a vízbe, ami tavaszi, és mindenféleképpen még fogjak belőle? Tehát nem tudom, hogy most fölfele esetleg tóhoz oda kell-e menni, vagy ilyesmi, tehát van ott még olyan dolog? Mert ezek szerint most naphalban már van arany, ezüst, meg sima. Tréningroddal nem fogható. De nekem bambuszrodom van. Jó, itt úgy látom, hogy a naphalak indultak be. Jó, hol van a játékban tó? Az lenne az egyetlen tó? Azt gondolom, vagy az is annak számít? Srácok, az a fönti, az tónak számít? Igen, az is annak? Azt tudom, hogy a farmomon is van, csak hogy az lehet, hogy közelebb van ez a jobb oldali. Az a hegyi tó. Jó. Jó. Ez nagyon jó kör volt. Akkor most menjünk innen le. Ezt tudom, hogy a játékban régen is mindig eltévedtem. Viszont ha már megyek fölfele, akkor benézünk ide. Azt mondta, hogy vizsgáljam meg. Nem tudom, hogy mit akar. Jól megvizsgálom. Megvizsgáltuk, szerintetek? A bal lenti szobába kell menni, jó, gondoltam, hogy akkor rossz irányba indulok el. Ja, mert hogy ott van a kis görcs, látom. Azt mind értem, amit mond.
gondolom, akkor ennyi volt a vizsgálat. Trine. Gondolom azt akartad írni, hogy tribe. Nem? Trine, az nem tudom, hogy mi. A tribe-ot tudom, de nem játszottam vele, csak egyel. Mármint a Tribe 3, vagy Tribes 3-mal, vagy mivel, amivel múltkor játszottunk streamen. Ez milyen nyelven volt? Hát ez ilyen krikszkrakszok voltak, aztán hogyha már beszélgetünk azokkal a... Van olyan, hogy Trine? Igen? Akkor bocsánat. Bocsi. Trine 1, 2, 3, 4, 5. Hát akkor nem. Ezzel meg is válaszoltam, hogy nem is ismertem. Na, az van, hogy egy darab naphalat kell elrakni. A többi eladható. Jó, és akkor megyünk horgászni. Hát akkor gondolom oda. Ebbe horgász? Ez tó? Ez hol tó? Ez kinek tó? Hát be sem tudom dobni. Platformjáték. Aha, nem ismerem. Az folyó. Aha, de van benne hal. Látom, egyelőre egy ázott újságpapírt fogtam ki. Na jó, így nem tudok közlekedni. Akkor vágunk ki fát. Ez úgy tó, ahogy sehogy. Én is úgy gondolom. Át lettünk verve. Nem, mégsem mentünk el a tóhoz. Végül úgy gondoltam, hogy majd itthon elmegyek a tóhoz, de kiderült, hogy itthon ez nem tó. Szörnyű átverés áldozata lettem. Jó, azt kivágtuk. Ne onnan. Ha innen vágom, balra dől, ugye? Igen. Oké. A makkon belevágom a földbe. És elköltöttünk mindent. Éjfél van, mehetünk aludni. Tudom, hogy a kapám fog-e kelleni, de magamhoz veszem. Az osztrigát meg a kagylót eladom. Azt mondtátok, hogy ezt tartsam meg. Csináljunk még pénzt. Nem hiszem, hogy ebből lesz egyébként 2000-em. Szia, cica! De aranyos, benne alszik a izénél. Cuki. Tó is van csak a dzsumbújba. Na, a kertészkedésem egyes szintű lett, úgyhogy most meg tudom csinálni. Most már tudok trágyázni, és tudok madárijesztőt. Tudjátok, az a cucc, ami elijeszti a madarakat. És tengergyümölcsei kaját is tudunk csinálni, de jó. Na? Ne már! 800 kellett volna ahhoz, hogy meglenjen a Michael Kors táska. Jó, megvan. Esik az eső, állj! Ha esik az eső, akkor szarunk mindenre, és megyünk le horgászni, ugye? Talán a kapát viszem magammal. Jó. Jó, mi van már? Mi ez a sok izé? Hagyjál békén. Pillanat, le kell mennem. Le kell mennem Angolnáért. Angolna óceán, ja, az 16 és 02 között. Oké, akkor mégse kell annyira sietni.
Jó, fontos lesz, hogy akkor ott majd 16 óránál kell figyelni. Ja, itt van ez a Pasternák. Akkor van idő megsimogatni az állataimat. A varázsló. Menj a varázsló tornyához. Jó, jó. 16 óráig oda megyek, ahova akarod. Meg majd akkor a dzsumbújba még benézünk. Jó. Mit csináljak most 16 óráig? Mi lenne a fontos? Miért jöttem be ide? Ne kérdezzétek. Olvasd vissza a leveleket. Mármint, mint a questet? A bemutatkozáson még van 6 ember, akivel nem találkoztam. A kertészkedés első szintje miatt meg tudjuk csinálni... Várjál. Tudok barkácsolni. Egy madárijesztőt. Fa, szén és rost kell hozzá. Tessék. Ezzel meg vagyunk. 100 pénz. Állatok etetése, az még mindig egy építs egy silót, és a varázsló. Kaptál egy levelet a helyi varázslótól, azt állítja, hogy információval rendelkezik a régi közösségi központtal kapcsolatba. Menj a varázsló tornyához! Süllő 12-2 alattad a folyónál, az is kell. Süllő 12-től 2-ig alattam a folyónál, oké? Okay? Alattam a folyónál? Ennél? Egyik is oda. Csak kirakom a fölösleget. De a süllő az csak ősszel van. Na. Hát így hogy bízzak bennetek? Megyek, addig veszek egy táskát. A tyúkos csaj alatt fogtam én is. Az meg 9-kor nyit. Mire odaélek, pont 9 óra lesz. Na jó, de miért olvassam vissza? Van annak... Ah, nem simogattam meg a cicámat. Willy meghívója. Most értem vissza egy... Oké, okay, ezen túl vagyunk. Adni el kalap. Ez a jojás. Van pály új tárgyam a boltban. Luxus horgászbot. Na, az kell. Gyorsabban harapnak a halak. Szuper. Forrásaim azt mondták, hogy nemrég jön a régi közösségi köszön. Ez volt a varázsló. Igen. Kedves odvas Didi gazda. Szeretnék bocsánatot kérni a nagyapád régi... Na most, hogyha a nagypapa valamit csinált, azért nem én vagyok a felelős. Viccelődéssel kapcsolatban, mikor még először találkoztunk, valójában nagyon jó kis házikó. Habár egy napon lehet, hogy ki szeretnéd majd bővíteni, ebben én tudok segíteni. Jó, van, hagyja, ezt kellett elolvasnom? Hát ezt tudjuk. Robin az ács mindennel le akar húzni. De azt tudjuk, hogy Robinnak minden a körül forog, hogy vajon mikor tud belőlem pénzt kicsikarni. Robi mindig is ilyen volt. Na figyelj! Lois Vottyon táska incoming! Add ide a táskát! Ez az! Nagyon jó. És akkor most már két sornyi táskám van. És mivel váltok köztük? Haló, most elvette a táskaszlotomat. Hé! Hey, mivel váltok?
kösz a tab. Jó, már kezdtem pánikolni. Na, Pierre, beszélgettünk vele is. Nem veszek semmit, Pierre, köszi szépen. Megyek le, amúgy is horgászni. Nem, először fölmegyek a tóhoz horgászni, és 16 órától majd lent horgászunk. A varázsló mettől meddig van nyitva? Érdemes vele sietnem? Vagy nem? Esőben nem jönnek ki a kukacok a földből. Fúj! Folyami medúza! Darwin Project. Amúgy nagyon gondolkodtam azon, hogy azok a játékok, amik régen így nagyobbakat mentek, mennyire lenne értelme elővenni. Múltkor beszélgettünk ugye az Icarusról, az eléggé fasza volt, de például megfordult a fejemben az izé is. Mi volt az a Monster Hunter World cartoon copy? Tudjátok, amivel ott nagyon sokat játszottunk. Ott is volt csomóféle fegyver, bosszölések, és azt hiszem az nem volt fizetős játék, tehát azt játszhatnánk együtt is. Dauntless! A Dauntless fordult még meg a fejembe, hogy azt meg lehetne nézni. Nézted a guide videókat? Azt nagyon szerettem azt a játékot. És egyébként ahhoz képest, jó, nyilván nem egy Monster Hunter World összetettségű játékról beszélünk, de talán pont az volt benne a szerethető, hogy azért annyira meg nem volt bonyolult. Forest Coop-ban? A Forestet mondtam, hogy majd fogom játszani. Nem tudom, hogy ezt Coop-ban akarom-e. Bár lehet, hogy vicces lenne, hogy nem csak én üvöltök a repülő babák miatt, hanem mondjuk pihe is. De simán lehet, hogy ott a háromlábú lány mellé, akkor még pihét is megszerezhetnénk. Szia Attila! Vagy Irén. A mai nap most már nem tudom, hogy kit hogyan kell. Ica, aki Tibi, Attila, aki Irén. Géb. Geóda! Hopperé! Találtam egy geódát! Azt már viszem is. Amúgy nem tudom, hogy itt fönt kifogtam-e azt, amit akartam. És annyi, aki egy macska. Verjel a geódát, azt hiszem be kellett vinni a csávóhoz, és ő ütötte ki. 13 óra van, akkor még van időm. Van időm lemenni 16 óráig. Csak azt nem tudom, hogy ide vagy a lentibe kell menni. Ide. És itt ütöm szét én. Vagy ő üti szét? Geóda! Oké, ez ennyi volt. Vásárlás. Ó, na így megoldhatnám a rezet. Földkristály. Günther többet mondhat erről. Nem ő a Günther? Ja, nem, a múzeumnak adományozom. Aha.
Jó. Ja, szóval a rezet akár meg is vehetném tőle. Részkuka, az rohadt fontos lenne. Ő Clint, tényleg. Günther az a izés volt, a múzeumos. Akkor még kérdés, ott fönt megvan az, amiért mentem a fönti tóhoz? Ja, várjál, de hülye vagyok, hát most menjünk már lefele, van még egy másik sorom. Nem kell kipakolni. Jó, és itt pedig angolnát kell fognom. A halakat sose tudod fejből? Hát én is. Van kukac? Nincs kukac. Mindjárt 16 óra. Ó, te sülyáj. Szia, Domi. Hát, attól még horgászhatunk. De én esőben is napszemüvegben vagyok. Én ennyire menő vagyok. Akkor üttessem szét a geódát, hogyha szerencsés napom van. Jó. Mert akkor lehet benne akár egy iridium horgászbot. Egy picit kijön, most már mindegy. Amit napsütéskor kell majd még menni a tóhoz. Jó, jó. Csak nem tudom, hogy most például megvan-e az, ami kellett, vagy az lehet, hogy pont napsütéskor kellene a tónál. Na, 16 óra elmúlt. Úgyhogy most már van lehetőségünk az angolnára. Oké. Na majd jöhetnek a tippek, hogy vajon fogunk-e angolnát ma? Ez lesz az angolna! Mert ez ilyen geci hal. Hát a kólát nem merem lerakni a kezemből. Ott van! 94 centis angolnát fogtam ki. Az nem kicsi! És az csak a hegye. Jaj, az kell. Abban van az iridium horgászbotom. Ja, meg a boltba kellett volna bemenni. Új rekord. Na? 5 darab aranyért! Na, hát mondjuk jó lett volna, ha réz van benne. Nem mint hogyha a rezet át tudnám alakítani jelenleg, mert még ilyen olvasztóm szerintem nincsen. És jól emlékszem egyébként, srácok, hogy a különböző területeken, ahogy nő a jártasság, ott volt ilyen talentelés, ugye? Hogy választanom kellett ágak között, hogy mit tudom én a horgászatnál, azt hiszem volt olyan, hogy
De nem tudom, hogy már mik voltak a választási lehetőségek, de hogy ott azt ráadásul eléggé meg kellett gondolni, hogy mit akartál vele kezdeni. Tehát például a horgásznál talán volt ilyen, pont egy ilyen kincsvadászos is volt? Aha, volt ilyen. Jó, oké. Ötödik és tizedik szinten. Mondjuk van olyan, amelyikből már kettes szintű vagyok, pedig még csak most kezdtük. Ez angolna. Ez ide érzem, hogy angolna. Azaz, mondtam. Mi van 160 centis? Hallod, ez már nagyobb, mint a sekó. Az mondjuk milyen komoly? Gyémánt! Az még jobb, mint az iridium horgászbot. Most már nem emlékszem egyébként, hogy a gyémánt miért jó, de tudom, hogy jó. Valamiért gyűjteni kellett a gyémántot. Tudom, hogy tele van az inventory, majd kibaszok valamit. Csak azért, mert sokat ér. Az alga nem kell. Mert az enchanttól gyémánt csákány. Hát viccelsz? Oké, akkor most a... De várjál, a gyémánt az nem valami fejlesztéshez kellett? Vagy mi? A gyémánt 500, az iridium bot 7500. A gyémánt az tényleg csak arra kell, hogy eladjam? De ez semmi máshoz? Köszi, ACM! Ez már kikívánkozott. Na figyeljetek, mit tartok meg a halak közül? Van olyanom, hogy géb, domolykó, lepényhal, nagyszájú sügér, géb, hering, szardínia, angolna, még szardínia, még angolna, még hering. Nagy szájút és az angolnát. Oké. Nagy szájú, és akkor az ezüst angolnát. Szia, Mefi! Egészségedre fogd hópra. Jó, akkor a többit azt mind el lehet adni. Domolykó kell egy darab. Oké. Egy darab domolykót kiraktam. Gondolom ezt a rizsát, ezt szerintem el kell ültetni. Tavasszal ültesd el, jó. Honnan lett 8-am ebből?
Várjál, cica megsimogatás az majd alvásnál. A madaraimat nem tudom megsimogattam, de mindjárt vágok még itt egy kis fát. Megsimíztem a madarakat ma? Meg. Oké. Okay. Mondjuk őket már nem tudom basztatni, mert alszanak. Alvás előtt téged is megsimogathatlak? És jobban aludnál tőle? Melyik volt az a... Várjatok, az... Az a bolond lány. Fú, várják, mi volt? Neszáj, múltkor nézett tőle videót. Valami tök dilis csaj. Ilyen tök jó pofa videókat csinál. Nem az volt az, hogy és most megvonsuk a kis faszocskádat. Volt valami ilyen videó. De már nem tudom, hogy ezt az ki csinálta. Nem Angéla? Nem Angéla volt annak a neve. Na mindegy. Nem emlékszem már rá. De biztos, hogy van valaki, aki tudja közületek. Angelika Habpatron. Igen, az az a csaj, de az nem biztos, hogy ő csinálta ezt a videót. Valami Habpatron volt, igen, Angelika Habpatron. Mennyi energiám maradt? 22. Úgy tudjátok, hogy mit kellene csinálni? Tényleg egyébként fákját, és akkor még látnék is este. Gondolom, mi kell a fákjához? Szén és fa. Nem, fa és fa nedv. Már legalább ennyi világít. Menjünk, mert össze fogok esni. Cica simogatás gyorsan. Megvolt. És még időbe ágyba bújtunk. Igen, 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 ő volt az. Na nézzétek csak, már 4-es szintű a horgászás. Újrahasznosító gépet, gilisztás ládát és luxus csalit tudok csinálni. Elég menők lettünk hirtelen. 1000 pénzt kaptam a halból. Na, az már tetszik. És még mindig nem mentünk el a... A izéhez. A varázslóhoz. Megcsirkéztem őket. Megvannak a tojások. Ez is meg aranytojást tojnak. Vasárnaponként van új recept. Oké. A szószó királynője. Nagyon jó. Megtanultam egy receptet. Kösz. Nem tudom, hogy mit akartam, miért mentem még oda, hogy megtöltsem a... Most igazából úgyis 9-kor nyit a bolt, és most viszont van 1500 pénzem. És az hova locsolt? Ja, az egy fa.
Jenősév ajánlásával, igen. Jó, 9-kor nyit a bolt, akkor tudunk esetleg venni magvakat. Akkor azzal is haladunk. Kasza kell hozzá, az igen. Tessék. Hát még azt is meglocsoltam, ahová nincsen semmi. Jó, ennél most már lehetne egy kicsit értelmesebben is pakolászni a dolgainkat. Na nézzük. Káposzta. Azt elültethetjük. Krumpli. És tulipán. Ezeket gondolom, amik kinőnek, azokat azonnal adjam el, nem? Gondolom. Most akkor amit kéne csinálni, azon kívül, hogy veszünk magokat, az lehet, hogy az, hogy fölmegyünk horgászbottal. Ott kidőlt a macska, nézzétek, de cuki. Fölmegyünk horgászbottal, és akkor még a bányatónál vásárolunk. Vagy mi az, horgászunk. Minden terményből megtartottál egy pár darabot. Aha, jó, oké. Hány napos egy hónap ebben a játékban? Mert most már a 7. napon vagyunk. Jody egy földkristályt keres. Ha, azt elfogadom, mert van egy földkristályom félrerakva. 28 napos, oké. De akkor még az ilyen 10 naposakat is elültethetem. Mert van egy földkristályom, most már csak az kell, hogy ki az a Jody? Melyik a Jody? Mondjuk lehet, hogy én is meg tudnám nézni. Jody, ő a Jody. Hol a Jody? Hát és hát honnan tudom, hogy ő hol van? Térképen nézd meg, kiírja, hogy hol lakik. Ha? Jó van. Az aranypadlót a földön a közösségi házban már megvizsgáltam. Itt a gonosz papa. Na. Lentről indulva, nyilván ezeket nem tudom megvenni. Ecet, olaj, rizs, búzaliszt, cukor, füm... Na. Kész! Szétvásároltam magam. Jó, kell nekünk Jody? Egy van, ő az! Hát te... Figyelj, figyelj, itt van! Látod a felhívást? Jó, jó, jó. Nagyon értékelem. És mégis mivel értékelted? A büdös életben semmit nem kaptam tőle. Felkiáltó jel? Ott kell? Á, oké. 150 pénz. Na, az már úgy oké.
Ne! Három, négy, öt. Vissza. Mennyi van még? Még van 3x5-öm. Akkor elkezdünk mellé rakni. Az amúgy nem baj, hogy ez itt zöld rész, ezt hogy fogom fölásni? Vagy ezt nem is lehet fölásni? Mármint így kapával. Csak itt ültethetek? Mi van? Hát ez nagyon genyó. Jó, hogy ez a nehezítés. Hát akkor nem fogok ilyen szellősen ültetni. Ó, tehát akkor ez a nehézség a mezei játékkezdésbe. Ez az inkább az állatokra koncentrálós map. Oké. Okay. Jó. Mondjuk jó lenne átlátni, hogy mekkora a hely, amivel gazdálkodok. Tehát... egyelőre még a dzsumbújtól semmit nem látok. Elfelejtettem, hogy van már trágya receptem. Mondjuk lehet, hogy még most is rárakhatom. Tábortűz. Utólag nem lehet sajnos rárakni? Aha. Fonedvből csinálom a trágyát. Ez kiette meg az energiámat! Tudok magammal kezdeni. Itt állok, mint itt tényleg fasz a lakodalomba. Egy egész napot. Ezért jó tartani magadnál kaját. Aha. Most mondanám, hogy beszoptam, de tényleg beszoptam. Olyat nem lehet, de várjál, valami olyan volt, hogyha belemegyek az ágyamba. Nem, ez nem tölt. A vízbe kell bemenni! Fönt, a fürdőbe, ugye? Az multiban van csak? De nem, mert én szóló. Ja, hogy multiban lehetett az ágyba. Mert én amikor játszottam, én úgy emlékszem, hogy a fürdő. Oké. Igen, mert ott volt valami fönt a szágom.
Csak nem tudok fölmenni. Ó. Jó, akkor beszélek a csövessel. Ilyenkor mit csinál az ember, amikor fullosan elfogyott az energia? Menjek, az beszélgessek? Jaj, bocsánat. És hol vannak az emberek? Sebastian! Tényleg a varázsló. Akkor menjünk le a varázslóhoz. Bár nem tudom, hogy ő meddig van nyitva. Találsz a földön termést, az is jó. Jó, mondjuk persze igen, megehetném ezeket a dolgokat, amiket gyártok, azokat is. Szerintem ennyi idő alatt amúgy nem is érek oda a túlra. Tehát elmegy az egész nap. Tetű lassan közlekedek. Még úgy emlékszem, hogy volt ebben a játékban valami állat. Nem, tényleg nem volt itt egy ló. De biztos, hogy volt ló. Valamint tudom, hogy közlekedtem. Ló? Na, akkor jól emlékeztem. Sárkány. Amúgy az mekkorát menne? A Stardew Valley-be sárkányolok. És így azt látod, hogy fogom, és egy olyan napon, amikor Pierre azt mondja, hogy zárva van a bolt, nekem meg elfogyott a tejem, akkor így lehet, hogy így végig söprök a városon így a sárkánnyal. Mit csinál? Ez a varázslótól jön? És mit csinál? Várj, őt még tudom is, hogy ő Abigail, nem? Engem. Na itt a varázsló. The best girl, komolyan, Team Abigail? Hashtag Team Abigail van? Itt amúgy kit szoktatok leginkább felszedni? Amúgy, hogyha a varázslóra mennénk rá, az lehet, hogy jó lenne. Elliot, Lea... 8 mentésből 7 Abigail és 1 Maru. Lea, én mindig a szőkét, Sebastian, de most Abigail tervezem. Én az emós fiút, meg az Alkesz szedem. Emós fiú és Alkesz, oké, ez tetszik. Emily. Én nem is tudom, hogy én kire mentem rá, amikor... Én kire mentem rá, amikor aludtam? Amikor játszottam ezzel? Emos, Sebastian, Alkesz meg Shane. Én is mindig Sebastiant fűzöm, de most Sam vagy Shane lesz az áldozat. Én a szőkére mentem? A csöcsire, Hélire. Ja igen, mert megláttam, hogy még milyen dinnyéket remektetett ott a virágfesztiválon, vagy tojásfesztiválon. Kétszer alányultam, már meg is volt. Bárkire rá lehet menni? Mert amúgy én furcsálom, hogy egyikőtök sem mondta a kerekes székes bácsit, hogy még senki se szedte őt össze. Van lista, hogy kikre lehet rámenni. Aha. Ilyen Tinder lista? Van egy-egy ember, aki plusz itemet ad, például a Shane-nél kék tyúk a plusz item. És a kék tyúk az miért jó? Kék tojást tojik? Ahol látod hány szíves, ott írja. Na majd mindjárt megnézzük.
Mindjárt megnézzük, és akkor lehet, hogy már most elkezdünk kedveskedni neki. A kék tyúkot akkor is megkapod. És nem volt ebben valami külön... Most tudom, hogy hülyeséget fogok kérdezni, de... Volt valami struc tojás? Meg nem volt sárkány tojás? Vagy krokodil tojás? Vagy mi volt még ebbe? Dino tojás volt, tényleg! Figyeljék, én nem tudom, hogy néztétek, hogy mi történt, de én bejöttem egy varázslónak a házába, és úgy bedrogozott, hogy konkrétan fákat és leveleket látok. Kirakott engem a ház elé? Mi van? Hallod? Begyinázott, megcsinált, ezt kirakott a ház elé. Na, szóval akkor, közösség. Tehát akinél azt látjuk, hogy vannak szívecskék, és szingli, arra lehet rámenni. Sam, Shane, Alex, Penny. Pedig Linust felszedtem volna. Elliot. Aha, itt van Sebastian, Lea. Ja, George-ra nem lehet. Abigail. Miért van neki szürke szíve? Ő neki már kicsit halott a lelke? Harvey-t nem mondta senki. Jó, hogy akkor tudod elérni, hogy összejössz vele. Ó, nem mondod, hogy még a csöcsit nem vartuk le? Nem találkoztam még vele? Gusznál geódákat törtem, vagy kinél geódákat törtem, Clintnél geódákat törtem, hogy... Harvey-t senki se akarja. Harvey bánatos. Miért van ez a Harvey shaming? Ja, látom, itt van a tó. Pedig lehet, hogy Harvey a legodaadóbb. Hashtag Team Harvey, igen. A Team Horgony után jöhet a Team Harvey. Mennyivel királyabb, hogy már azon a részen látok? Na jó, ezt nem tudom kivágni. Ezeket kéne elültetni. 6 darab fa. Van még olyan helyem, ahova tudok ültetni, de már nem tudom meglocsolni mi, de még talán meg tudom locsolni. Pont meg tudtam még locsolni, király! Ez meg van locsolva? Meg. De aranyos, és velem alszik a cica. Akit nem tudom, hogy megsimogattam-e. De már nem is fogjuk megtudni. Na nézzétek csak, 437 ér adtam el kertész cuccokat. De az nem egy nagy nap. Az inventoriban megjelent egy gomb. Igen? Na mindjárt megnézzük. Esik az eső viszont. A lelkek ma jó kedvükben vannak. Én is, mert nem kell locsolnom.
ezt még nem tudom leszedni. Ott a répa. És azt mondtátok, hogy a répa az új. Mit csináljak a répámmal? Dugd valahova? Jó van. Van. Ja, oké, gondoltam, hogy erre lesz külön ötletetek. Hát igazából, na, mondjuk ezt a részt, ezt itt kipucolhatjuk legalább akkor a... Ott van egy bánya! Hélibe dugnám. Oké. Azt mondja, van pár új ötleted. Ez így... Ez így mitől született pár ötletem? Favágástól? Mindenképpen elrakom, mert azt mondtátok, hogy az újdonság. Ez mi volt ez a hang? Na, eddig a csíkig fogjuk takarítani a helyet. Jó, akkor viszont azt a részt, ami, ahol tudok ültetni, azt nagyon komolyan, be kell építeni, mert akkor ezek szerint sehova máshova nem fogok tudni ültetni. Vagyis hát de, mert itt látok még azért ilyen szürkép, vagy hát ilyen sárgás részeket. Úgy gondolom azt kell akkor maximalizálni, nem? Lesz a kihívás. Ezt ki tudom szedni? Haha! Megszüntettem azt a magot! Úgy kell megtervezni, igen, hogy azokon a részeken is valahogy majd ültetni kell. Na jó, pont ennyi energiám volt mára. De legalább szedtünk egy csomó fát. Kő. Ezeket ültetem. Azokat eladom. Paszternákból már egyet megtartottam, a répámat kirakom. Tulipán, paszternák, tojás. Ezeket meg rakjuk le. Most, hogy itt már kivágtam minden fát, most már elkezdem én lerakni a fákat. Volt valami olyan, hogy nem lehet bizonyos távolságba tenni őket, mert nem nőnek ki. Már nem emlékszem, hogy az mi volt, de most háromra rakom. Az csak gyümölcsfánál van? Oh. Na mindegy. Jó, de szépen elültettem mindent. Oké, hát mivel nincsen energiám, max olyat csinálhatok, hogy itt úgy megpróbálok bingizni, hogy vágok ilyen füvet. Ami persze nem fű, hanem mert a füvet azt nem szabad, de azt, hogyha meg lesz a siló, akkor majd rámegyünk. Jó, pici belefér. Itt
Ilyenkor egyébként, hogyha elhasználtam arra az energiámat, jó, nyilván tudom, tehát hogyha kaját csinálnék, vagy lenne kajám, akkor vissza lehetne tölteni, de hogy alapvetően így, ez mondjuk egy jó gondolat, hogy akkor most fogom, és akkor legfeljebb addig, ameddig tudok, vagy ameddig nappal van, addig fogom, azt körbe kaszálok. A füvet azt itt akkor nem bántjuk. Vagy ilyenkor lehet, hogy az, vagy lehet, hogy ilyenkor az emberekkel kéne igazából beszélgetni. De hát annak meg ki, arra meg ki, annak kinek van kedve ahhoz? Jó, itt minden izét kivágtam. Ajándékkal menjek beszélgetni. Amúgy ez nem is egy olyan rossz gondolat. Hogy fogjunk meg valami olyan cuccot, amúgy csinálhatjuk azt. Csak hát én nem tudom, hogy mi ajándék. Tehát mondjuk azt mondtátok talán, hogy a narcisz. Narcisza körbe lehet menni. Fanedvem és fám az van, abból csinálhatnék izét. Mondjuk azt megnézhetem, hogy mit tudok kraftolni egyáltalán. Tudok kerítést, meg kaput. Hát amúgy egy ládát, azt csinálhatnánk, és akkor szétválasztjuk azt, hogy ebbe a ládába pakolom azokat a dolgokat, amiket azt mondtátok, hogy rakjak félre. Például a répa, hal, naphal, paszternák, szardínia, ezeket, mert ezek szezonálisak. Kb. Azt hiszem egyelőre ennyi dolog van. Szerintem igen. Ezt meg csak így... Itt van? Ja, itt is van egy izé. Ezt meg szerintem csak úgy megtartjuk már, mint hogy ide szemetelek egyelőre. Amit még tudok csinálni... Ó, a mezei nasihoz a három fának a magva kell. Mondjuk az durva, hogy mezei nasit csinálok fenyőtobozból, juharfából és makból. A táblák nem érdekesek annyira. Fa, kő és vasrúd, az még odébb van, az aranyvas az is odébb van. Alaptrágyát csinálhatok fanedből. Jaj, bocsánat. Még egy 50 trágyát csináltam. Köszi. Utat azt lehetne, de az majd szerintem még ráér. A luxus csali meg ilyesmi az annyira nem fontos szerintem. Jó, mindegy, van most már akkor trágyám. Figyeljétek, az energiát elköltöttem, beszélgetni amúgy egyébként lehetne. Most még az ajándékokat nem vágom, hogy kinek mit kell vinni. A földről esetleg gyűjtögethetek, de azt gondolom inkább az erdőbe kéne. Esőbe viszont gondolom annyira nem rohangálnak az emberek. A legutóbb is, amikor esős nap volt, akkor így tök üres volt a falu. Ott van a földön loot!
ha sokat beszélgetek az NPC-kkel, akkor súgnak. Ki mit szeret és utál. Aha. Hát, az feltételezi azt, hogy amellett, hogy beszélgetsz velük, figyelsz is arra, amit mondanak, nem? Én beszélgetek velük. Nem kell figyelni rájuk? Ja, anélkül is elmondják? Vagy hogy utána majd látni fogom, hogy ki mit szeret. Ez itt mi? Amely lehet, hogy át lehet menni. Ja, itt a kalapos egér. Én úgy emlékeztem, hogy ő fönt volt. A fa mellett. Vihar kalapot vehetek tőle 1000-ért. Hát a hülyének is megéri. Várja, miért nem szóltatok, hogy itt izé van? Hát itt a világi ingyenlút. Új hagyma. Írtad? Ú, basszus, nem láttam, bocs. Hát ez zseni. Hát ide már korábban is el kellett volna jönni. A tévé is szólt, csak ignoráltam. Mert a tévé azt mondta, hogy menjek az erdőbe és szedjek új hagymát. Nem írtad elég hangosan. Igen. Az lehetett a gond. Ó, na hát ide jönni kell, mert itt ezek szerint ez itt random terem. De jó. És ha jól látom, akkor ezt az egész erdőt most körbejártam. Nem, még talán itt balra föl el lehet menni. Igazából ilyen vadmagvakért jövök, vagy mi a franc ez? Gondolom a rost is fog kelleni, de egyelőre szerintem nekem az a maga az jobban kell. Mondta, hogy adott helyen lehet találni növényeket. Á, oké. Jó. Várja, itt nem lehet tovább menni? Nem itt volt valami titkos erdős rész? Nem. Akkor az itt lesz. Szia, Avis! Szia. Kell majd hozzá a jobb alta. Igen, hogy a szét kell ütni, de akkor arrafele lesz valami. Jó, 19 óra van. Figyelj, egész sok mindent szereztem. Nyilván ez itt rohadt idegesítő, hogy most ezt nem tudom lekaszálni, ameddig nem szerzek rezet. De miért nem tudok még menni a bányába? Mert kellene a réz ahhoz, hogy meglegyen a silóm. Tavasszal vadonban teremnek. Hogyha tavasszal vadonba terem, akkor ez egy olyan dolog, amit meg is kellene tartanom, gondolom. Ezt így tartsam meg mindet? És majd később jó lesz? ...2011 van a nevébe. Bízunk benne, hogy az igazság szerint a regisztráció éve, Reha. Semmi gond, mert se. Küldött levelet a Joja, hogy szabad az út a bányába. De várjál, a bányához is energy kell. Jó, figyeljetek, szerintem az első hét, vagy hát az első heten túl vagyunk. A 8. nap következik. Hallod, a macska benne van az ágyamba. Gyűjtögetés 2. szint, faszén kemence. Ez az. Na, faszén kemencét kaptunk. Akkor most már tudom égetni az érceket, amiket még nem találtam. Akkor a következő alkalommal majd bányába megyünk. Jó, figyeljetek, most mentett a játék, most már új napban nem kezdek bele, így is előbb kezdtem a streamet, úgyhogy ezt innen fogjuk folytatni.